Köszöntöm a kedves nézőket, a mai háttérben folytatjuk kalandozásunkat itt Cegléd környékén. Egy nagy falat következik most, hiszen Abony nagyváros, és Abonyról lesz szó a következő jó néhány percben. Itt van velünk Rományiné, dr. Balogh Edit polgármester asszony, nagy szeretettel köszöntöm, kezicsókolom. Köszönöm én is a meghívást, és köszöntöm a kedves nézőket és önt is. Nagyváros. Igen. Jó kisvárosnak is. Hát ahhoz képest a Cegléd is kisváros természetesen, de hát azért mégiscsak egy városról van szó, és sok dolog történik egy városban, ha kicsi, ha nagy. És hát az elmúlt másfél évben nem egyszer tudósítottunk természetesen abonyi dolgokról, de önnel nem beszéltünk már egy jó ideje, úgyhogy azért ennek már valóban itt volt az ideje. Kezdjük a legfontosabbal, a legvilágrengetőbb dologgal. Kedves polgármester asszony, látta a medvét? Nem láttam, nem találkoztam vele, bár hívtak az ATV-től is, hogy adjak interjút, mondtam, hogy nincs személyes tapasztalatom a medvével. Nem. De ilyenkor van valami dolga a polgármesternek egyébként, hogyha egy ilyen dolog történik, azért ez nem mindennapos nyilván. Nem hiszem, hogy nekünk lenne dolgunk vele. Hát ha jelzés érkezik, akkor mi azt továbbítjuk. A rendőrség foglalkozott vele. Igen. Hát nem kell kimenni a polgármesternek és saját testével megvédeni hát, a hiszem, városát. Hogy, nem hiszem, hogy megvárt volna a medve, hogy helyszíni igen. szemle alkalmával dokumentáljuk, hogy a városunkban járt. Tehát én is erről a sajtóból értesültem. Igen. Tehát mire értesültünk, addigra tovább állt kocsér felé a medve, úgyhogy ez nem tudok róla informálni. Falváig elment, ugye? Igen. Igen, tehát jó messzi elment. Hát azért nem tudom, hogy az abonyi krónikákban mikor szerepelt utoljára medve. Tehát... Hát a vadaspark idején sem hát volt medvénk, igen. De hanem más állatok voltak a vadasparkban. Amikor még Abonyban működött, akkor azért elég sok állati információ jelent meg RTL klubban és egyéb sajtóorgánumban. Igen. Na, már itt tartunk a vadasparknál, akkor itt a kis jegyzeteimben pillantok, akkor maradjunk is ennél a témánál, még mielőtt majd a valóban egész várost érintő témák. Ugye ott volt nagyon szép kis vadaspark, egy szép ligetes terület volt. Igen, mi van most vele? Hogy elment, Felső Lajosra költözött, Tóth Tibor vállalkozó elvitte az állatállományt. Ezt a parkot mi rendbe raktuk, tehát az aljzatnövényzetet megritkítottuk, a veszélyes fákat kivágattuk, az Abakom Nonprofit Kft. A városüzemeltetési cégünk működteti, a kitermelt fát pedig szociális tűzifaként a rászorulóknak adjuk oda. Látogathatóvá kívánjuk tenni, jövőben ott illemhelyek kialakításával bármiféle családi rendezvényre, munkahelyi összejövetelekre, főzésekre, kültéri rendezvényekre alkalmassá fogjuk tenni. Most egyelőre a használhatóvá tétele megtörténik. Jelenleg erdőgazdálkodás folyik a területen, és még mindig a fáknak a kivágása. A rendezvényekről majd fogunk szólni még ebben a beszélgetésben, de nézzük csak a legutóbbi itteni látogatásakor több olyan téma is szóba került, amire nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy mit fejlődtek azóta. Hát nyilván a belterületi, illetve a külterületi utak fejlesztése az egy folyamatos dolog, tehát annak sosincs vége. Igen, hát folyamatos lakosság igény, hogy az úthálózat az javuljon. Az utainknak több mint 80%-a már szilárd burkolattal ellátott, de amit régebben aszfaltoztunk, azok is idővel kikátyúsodnak és javítani kell. Abonyban a MART aszfalt itatásos technológiára tértünk át a kisforgalmú utaknál. Ez fele annyiba kerül, mint az aszfalt burkolat. És ezt önerőből is tudunk benne haladni, hogy évente 5-10 utcát meg tudunk csinálni. A pályázatunk a belterületi utakra nem nyert, viszont a külterületi dűlőutas pályázatunk az nyert, és az idén meg fog valósulni. Úgyhogy egy 170 millió forintos beruházás keretében a temető, kistemető melletti belső erdődüllő, kerektódüllő, ami az elkerülő négyes felé vezet, és Újszilvás irányába, azt a tanyasi területet fogja ellátni jó minőségű
útalappal, tehát nem aszfaltos út lesz, kőszórással fog megvalósulni, de a sártenger helyett egy járható utat fogunk kapni. Ami még megvalósult, a pingvines óvodának az energiakorszerűsítése, ott nyilázárok cseréje történt, napelemek, tetőszerkezetnek a megújítása, az idén viszont szeretnénk megcsinálni a vizes blokknak a felújítását, ugyanez a másik óvodánál is, a Szivárvány óvoda vizes blokk felújítása önerőből fog megvalósulni. És az idei fejlesztések között szerepel az üzleti park, erről már tavaly is beszéltünk, hogy pályázatot nyújtottunk be, 300 millió forintos támogatást kaptunk, és a régi vásártér területén fog kialakulni egy üzleti park. Már most jelentkeznek vállalkozók, akik tehát oda szeretnének. Tehát vállalkozónak van ott helyelvileg, Igen. De telekösszevonással nagyobb cégek is letelepedhetnek. Ez ami idén várható, illetve önerőből szeretnénk megcsinálni a fogyatékkal élők nappali ellátásának az infrastruktúrális feltételeit, tehát egy fogadó épületet, ahol foglalkozni lehet a sérült fiatalkorúakkal, illetve tehát 18 év feletti emberekkel. Hát ennek az hagyománya is van azért ott abban. Hát a szociális otthon az a megyei közgyűlés által fenntartott intézmény, nem a Bonyi önkormányzat, de abonyi lakosok gyermekeinél is van Down-szindrómás sérült, értelmi fogyatékos, akiknek a foglalkoztatásáról kötelességünk gondoskodni. Igen. Ha már itt a korszerűsítés és az új energiaforrások felé fordulási szóba került, ugye beszélgettünk itt pontosabban, ugye a Velkeigé Mátyás kollégámmal beszélgetett akkor, legutóbb a naperőmű is szóba került, egy 2 megawattos naperőmű, ami... Az most húzódik. A hulladék lerakó területén kívánunk elhelyezni, és a második örös rekultivációtól nem tudunk eltekinteni, úgyhogy a konzorciumi keretek között pályázati forrásból Szolnok térségi hulladékgazdálkodási rendszerhez tartozik a Bony, és a többi 24 településsel együtt történik a felhagyott szeméttelepeknek a rekultivációja. Ez a második körös rekultiváció, ha befejeződik, utána lehet a naperőmű parkot megvalósítani. Több érdeklődő is van, de nagy valószínűséggel, ha önkormányzatnak saját erőből nem lesz lehetősége, akkor bérbe adja ezt a területet, és vállalkozók fogják megcsinálni. Nekünk a bérleti díj is, meg az iparűzési adó is bevételt jelent, és gyakorlatilag kockázati tényező nincs benne. Igen, ugye a tervek szerint akkor úgy volt, hogy ez a naperőmű 2 megawattot termelne, ebből egy 1,5 megawatt lett volna az önkormányzat és másfél pedig a vállalkozó. Igen, hát vártuk a pályázati lehetőséget, de nincs, és önerőből meg nem tudjuk megvalósítani. Ez mindenképpen jó lesz, hogyha megvalósul azért. Gondolom nem adták föl még azért a harcot. Nem. Hát figyeljük a pályázatokat folyamatosan. Igen. Mert ugye a közvilágítás korszerűsítésében ez is be tud játszani, habár már történtek lépések két évvel ezelőtt már. Történt a közvilágítás korszerűsítése, és jelentős megtakarítás van. Már látszik, ugye? Igen. Tehát nálunk jó, bevált, és nincs panasz lakossági panasz a közvilágításra. Látnak, igen. Igen. Mekkora megtakarítás ez egyébként? Tehát százalékban ki lehet fejezni, vagy forintálisan? Nem is tudom, 4 millió forintot tudunk megtakarítani, 4 milliót évente. És annak azért van helye? Van. Hát 10 millió helyett, ha 4 milliót fizettünk, akkor az azért 40%-os megtakarítást jelent. Igen, sokat jelent. Nyilván, hogyha a naperőmű üzemel, akkor pedig lehet, ez még... fokozódhat, nem? Hát ha a saját tulajdonban épül meg a naperőmű, akkor természetesen akkor még akkor ki tudjuk váltani. Így van. Igen. Ha a vállalkozásban, akkor pedig az iparűzési adóbevétel és a bérleti díj az, ami a városnak bevételt eredményezhet. Igen, fontos lehet. Szó esett a múltkori beszélgetésben a bérlakásokról, nem túl szép képet tetszett felfesteni erről a helyzetről, akkor nagyon sok lakást le kellett bontani, azt hiszem, mert... Elidegenítettünk lakásokat, a romos épületek közül többet elbontottunk, és a Nagykörösi út 12-ben egy 3 lakásos kertes házat újítottunk fel, amit piaci alapon kívánunk majd bérbeadni. Most jelenleg az a tervünk, hogy addig, amíg a Gyöngyszemek óvoda az idén megújul, mert ott az ajzatot is föl kell verni, addig a 60 gyermeknek az elhelyezését ott fogjuk megoldani, és ha letelik a 8 hónap a beruházásnak vége, akkor pedig ezt a 3 lakást is bérbe tudjuk adni. Megújított
felújítottuk a Löffler házat. Ez a városközpontban van, szecessziós épület, nagyon szép, közvetlenül a gimnáziummal szemben, a kultúraháza mellett. Ez a Löffler ház is bérlakás, négy lakásos bérlakás. Új tetőt kapott, homlokzatilag megújult, nyilázárokat, energiahatékonnyá tettük, felújítottuk dupla üvegezéssel. Tehát vannak előre lépések, és a Kossuth téri lakások, bérlakásokat pedig elidegenítettük, társasházzá nyilvánítottuk, és a társasházaknak van lehetősége korszerűsítésre pályázni, energiahatékony pályázatot benyújtani, úgyhogy bízunk benne, hogy a lakóközösség önmaga fogja tudni ezt a fejlesztést megvalósítani. Hát igaz, az energiahatékonyság ez egy varázsszó mostanában, és rengeteg ilyen beruházásra nyílik lehetőség. Mennyire, hogy érzi, mennyire jók ezek a pályázatok, tehát könnyűen nyerni ezeken a pályázatokon? Az óvoda esetében sikerült, meg el korábbi években is a két általános iskolát energiahatékony pályázaton tudtuk megújítani. Ami terveink között szerepel még a sportcsarnoknak a tetőszerkezetére, a déli oldalra napelemeket felhelyezni, illetve a gyulai iskolának is a tetőszerkezetére. Erre teljesen kész megvalósíthatósági tanulmánnyal, tervekkel, engedélyes tervvel rendelkezünk, pályázatra várunk. Ha tetszik tudni, hogy hol van, akkor pályázunk. Megbeszéljük majd utána, természetesen. Igen, hát ugye az ilyen beruházásoknál a feneség, hogy most hiába tesz fel az ember napelemeket, hogyha közben pedig még mondjuk a szigeteléssel gondok vannak. Tehát nyilván ezeknél az épületeknél gondolkodni kell azon is, ha még nem történt meg, hogy nyilázárócsere, stb. Tehát ezen túl vagyunk. Ez már megvan, és akkor most jöhet a habatortán napelemek, és akkor tényleg sokkal olcsóbban tud működni. Hát ugye nem csak a 2 megawattos naperőmű tud segíteni, hanem ezek a kicsik is. Igen. Amik itt vannak. Úgyhogy a bérlakásoknál ugye szóba jött, hogy 30-40-re is szükség lehetne. Most hol tartunk ezzel másfél év után? Hát egyelőre csak ennél a 3-nál tartunk. Építeni kell majd. A terület az adott, vállalkozókat, befektetőket várunk. Megvettük a Somogy iskola melletti területet, ami Lidl-telekként ismert a településen, tehát a Lidl akart oda építkezni, aztán sikerült megszereznünk. Ott elférne az a 30-40 lakás, alul üzletekkel, fölül lakásokkal. A terület az önkormányzati. Meghirdettük, egyelőre érdeklődő nem volt. Én bízom benne, most azért egy ingatlan piaci fellendülés látható nálunk is. Tehát megnőtt a kereslet kínálat a településen, és én bízom benne, tehát az építkezési kedv is, a felújítási kedv is látható a lakosság körében, úgyhogy ha lesz beruházó cég, aki partner, vállalkozó, akkor ez a terület ez adott, és a városközpontban több lakásos társasház építhető üzlethelyiségekkel, parkolóval. Tehát erről döntött a testület, hogy ezt szeretné megvalósítani, de önerőből nem fogja tudni, tehát mindenképpen partner kell hozzá. Igen. Bérlakás sokra megvan az igény mai napig is? Megvan. Sokan vannak, akik inkább bérelnének, mint vásárolnának, és az anyagi lehetőségeik nem teszik lehetővé, hogy önerőből építkezzenek, nem kapnak hitelt, hátrányos helyzetűek, tehát a szociális bérlakások iránt változatlanul nagyon nagy a kereset, de az üzleti alapú bérlakások iránt is. Tehát vannak többen fiatalok, akik nem tudják még, hogy 10 év múlva, 15 év múlva hol lesznek, de valahol családot elkezdenének önálló életet és a szülőről leválni, önálló életet kezdeni, ehhez feltétlen szükség van ilyen fecske lakásokra vagy fészekre. Igen. Ez fontos nyilván, a szociális bérlakások pedig, hát ugye az egy más kategória, sose lesz rentábilis, de az is egy önkötelező önkormányzati feladat, hogy úgy gondolom, hogy mindenkinek fedélt kell biztosítani. Igen. Hát közben azért folynak a városon kívül is építkezések, mondjuk az M4-es épülget, és hát most visszakanyarodunk egy picit erre az ipari parkra, vagy üzleti parkra, ahogy nevezte. Ennek szempontjából sem mindegy, hogy ez mikor és hogyan készül el, gondolom én.
sokat fog jelenteni, ha végig Szolnokig legalábbis az a szakasz is elkészül, nem csak a ceglédi körforgalomig, hanem tovább. Tudjuk, hogy a szerződést a Dunaszfalttal aláírta a kormány, úgyhogy megvan is jövő év, december 31-ig kell elkészülni az elkerülő szakasznak a négysávosításával. Bízunk benne, hogy logisztikai központnak is alkalmas lesz ez az üzleti park. Hogy látszik, hogy érdeklődés van a település iránt, hogy a 3 éve felhagyott Tesco is elkelt. Ott jelenleg a Holland Kerékpár gyártó cégnek van raktára, de beszéltem az ügyvezető igazgatóról is, céljuk az, hogy akár összeszerelő csarnokként is működjön a volt Tesco épülete. Tehát ami korábban nem volt, ugye állandóan kapjuk mi polgármesterek, hogy munkahelyet kell teremteni, segíteni kell a vállalkozásokat, és most már én 12 éve vezetem a várost, van rálátásom a dolgokra, nem olyan egyszerű. Tehát kellett hozzá ez a, tehát most van egy fellendülési szakasz a gazdaságban, tehát tényleg érezhetően, és hogyha a vállalkozók is látnak perspektívát, akkor ez az elsősorban a vállalkozásoknak a feladata, új munkahelyek teremtése. Egy polgármester legfeljebb kapocs tud lenni, össze tudja hozni a feleket, ebben tud segíteni, a településrendezési tervnek a módosítását kezdeményezni azért, hogy munkahelyek legyenek, és hát az üzleti parknál is mi a lehetőséget kívánjuk megadni, tehát nem elsődlegesen az önkormányzatnak kell ott munkahelyet létrehozni, de a lehetőséget biztosítani, hogyha elkészül a 4-es négysávosítása, gyorsabb lesz a fővárosba följutás, vagy akár a nullás körgyűrűre, akkor adni egy lehetőséget, hogy a környező településeken megtermelt termékeknek a raktározása, szállítmányozása azonnan gyorsabban meg tud valósulni. Igen. Az, hogy Abonya megye határon fekszik gyakorlatilag, ez előnyt jelent most a jelen helyzetben, hátrányt vagy indiferens a dolog? Az utak szempontjából hátrány. Tehát ha ezt nézem, hogy 12 évvel ezelőtt, amikor a Abonyon keresztül menő 40-es út új aszfaltot kapott, és a műszaki ellenőr följött beköszönni, hogy polgármester asszony, 30 évig ezzel az úttal nem lesz gondjuk, ebből eltelt 12 tényleg nincsen, és jövőre megkezdjük a 40-esnek Ceglét felé, Szolnok felé a megújítását, hát eltelt 12, hozzá se nyúltak. Tehát most mondtam a kollégájának, hogy a 40-es úton több az aszfalt, mint maga az aszfalt, és alig járható. Szolnok felé is, a megye határig elkészült, Szolnok megyei rész gyönyörűen felújították, de Abony és Szolnok között a megye határig szinte járhatatlan, de mondhatnám Törtel és Abony közötti útszakaszt, ami katasztrofális, tehát balesetveszélyes. Valahogy ide a széli részekre kevesebb forrás jut. Biztos, hogy most a 4-es négysávosítása rengeteg pénzt felemészt, de a településeket összekötő alsóbrendű utakra már kevesebb pénz jut, mint akár az agglomerációban. Igen. Részesen fogy az időnk. Tetszik mondani. Még egy dologról még mindenképpen beszéljünk, ami hát most akármilyen úton is, de csak oda lehet jutni Abonyba mindenfelől, még hogy döcögünk is egy kicsit, hogyha elég csábító az a program például, ugye, ami készülődik, és hát egy nem túl régi hagyomány, ez a tarkaborjú főzőverseny. Igen, és tóparti. És nagyot ütött már először. Igen. Most már 3000 vendégre számítunk, mintegy 50 csapat nevez a főzőversenyre, marha ételekből, vagy marhából készült ételeket készítenek elsődlegesen, sütve, meg bográcsban elkészített, tehát ez egy szabadtéri rendezvény. Az általunk Mikestónak nevezett tározó, belvíztározó tó partján. Ez egy nagyon hangulatosan, szépen kiépült része lett a városnak, és szabadtéri rendezvényekre alkalmas. Úgyhogy délelőtt főzőverseny lesz, délután pedig kulturális programok. Este és pedig, mikor is lesz ez? Ez augusztus 4-én lesz, augusztus 4-e, szombati napon, és az esti sztár vendég Wolf Katri lesz.
retrodiszkóval, lézersóval és az éjfélig tartó mulatság. Úgyhogy várunk mindenkit nagy szeretettel. Ez lesz a fő rendezvény nyáron? Igen, mondhatni. Ez lesz. Egyébként igen. Vannak nyári zenés esték, ennek is hagyománya van, templomi, meg zenélő udvari kórus fellépéssel, zenés estekkel. Színházi előadások azért Abonyban, az amatőr színjátszók ott igen. Vannak, ennek is hagyománya van településünknek, illetve hát a zeneoktatásnak és a fuvózenekarnak, úgyhogy a kultúránkra nagyon büszkék vagyunk, és nyáron is lesznek kulturális rendezvények, figyeljék, kísérjék figyelemmel, és várjuk Önöket is szeretettel. Érdemes, tehát a honlapon gondolom, a város honlapján ezek a programok megtalálhatók. Az abonykukac.hu-n, igen. Hát ennyi fért ebbe a kis beszélgetésbe, remélem nem másfél évben fogunk itt találkozni, mert biztos, hogy lesz miről beszámolni. Nem valószínű, hogy találkozunk, ha előre hozott választások lesznek, akkor az én mandátumom és szerepvállalásom május 26-án jövőre letelik, aznak pedig már 11 hónap, és akkor az nem másfél év. Úgyhogy el fogok köszönni Önöktől is, és nagyon szépen köszönöm a mostani meghívást és lehetőséget. De addig még találkozhatunk azért. Úgy legyen. Nagyon szépen köszönöm, nagyon hogy köszönöm. Kedves nézőknek a figyelmet köszönöm, eddig tartott a mai háttér, tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!